Honvéd Kadét program indul az AFG-ben. Az erről készült összefoglalónkat láthatják. Honvéd Kadét program indul a megyében elsőként a Kistelki Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikumban. Az ünnepélyes eseményen Tóth Gabriella igazgató köszöntötte a résztvevőket és ismertette a program részleteit. Nagyon sok tisztelettel köszöntöm ünnepi eseményünk minden résztvevőjét. Egy kisvárosi középiskolának, mint amilyen az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum is, óriási a felelőssége, különösen ha helyben egyedüliként kínál továbbtanulási lehetőséget az általános iskolát végzettek számára. Kislétszámú tantestületünk ezt átérezve a tudás és a munkatiszteletére neveli diákjainkat. Iskolánknak vonzónak kell lennie a város és környéke számára, vonzó pedig úgy lehet egy középiskola, ha színvonalas és eredményes munkát végez. A mai robogó folyton változó világban a sikerhez óriási teljesítményekre van szükség, amelyhez elengedhetetlen a tudás és a tudás mögött rejlő munka. Tanárnak és diáknak egyaránt célja kell, hogy legyen, hogy többet nyújtson az átlagosnál. Ezért választottunk olyan tagozatokat gimnáziumi osztályunkban és informatikai szakképzés technikumi osztályunkban, amelyekkel később jól boldogulnak a tanulók, és ezen megfontolásban jelentkeztünk a Honvéd Kadét programba is néhány hónappal ezelőtt. Pedagógusaink folyamatosan művelik magukat, bővítik módszertani repertoárjukat, hogy a legkorszerűbb oktatásban tudják részesíteni a diákokat. A kislétszámú osztályokban olyan keresztény hagyományokra épülő, értékes nevelő munkát tudunk végezni, amelyen művelt, értékekben gazdag, szabad személyiségek kerülnek ki az iskola padjaiból, akik felelős polgárként, tisztességes emberként folytatják életüket, és a honvédelmi nevelésnek köszönhetően, amelyben a közeljövőben részesülhetnek az érdeklődő diákok, a hazánhoz, a haza értékeihez való érzelmi kötődés, pozitív viszony kialakítása és megszilárdítása is határozottabban megjelenik oktató-nevelő munkában. A Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság középiskolái egyre aktívabb szerepet vállalnak a Honvéd Kadét program megvalósításában, népszerűsítésében. Nem titok, hogy én is egy programhoz ebben a tanévben csatlakozó középiskola igazgatójától kaptam az ötletet, hogy járjak utána a Honvéd Kadét képzésen. A lehetőségek mérlegelése, a tantestülettel és a fenntartóval történő egyeztetések után nagyon gyorsan megfogalmazódott bennünk is az igény, hogy Csongrád Csanádmagyar első gimnáziumaként felvételünket kérjük a programba, és a középiskola 70 éves évfordulójának ünnepét 2023 őszén egy új nagyszabású képzési program bevezetésével is megkoronázzuk. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik támogatásukkal, segítségükkel hozzájárultak ahhoz, hogy ez a mai ünnepélyes alkalom létrejöhessen. Szeretném megköszönni dr. Lipcse Imre főigazgató úrnak, hogy a projekt ötletének megszületésétől kezdve támogatta a képzelésünket, és Nagy Sándor polgármester úrnak a pozitív hozzáállását, amellyel terveinket fogadta. A Honvédelmi Minisztérium Oktatás és Ifjúsági Stratégiai Osztály osztályvezetőjének, Almási László alezredes úrnak és Kis Ákos vezető kormánytanácsos úrnak is köszönettel tartozom, hogy még szeptember elején lehetőséget biztosítottak a személyes találkozásra, és hathatósan segítették a projekt jövő tanévi elindulásának engedélyezését. Szeretném köszönetemet kifejezni Baranyai Erika piros főhadnagyasszonynak is, aki mióta megkaptuk az engedélyt a belépéshez, nagyon sok idejét és energiáját áldozza arra, hogy segítsen bennünket a program elindításához szükséges felkészülésben, és a beiskolázási tevékenységünkben is fáradhatatlanul részt vesz. Szeretném az egész iskolai közösség nevében megköszönni a Magyar Honvédség második Vitéz Batthyay Antal területvédelmi ezred parancsnok helyettesének Huszár Ferenc alezredes úrnak és Nagy László Örnagy úrnak, aki a Magyar Honvédség második Vitéz Batthyay Antal területvédelmi ezred 46. területvédelmi zászlói törzsfőnöke, hogy megjelenésükkel és aláírásukkal támogatják iskolán csatlakozási szándékát a Honvéd Kadét programhoz, és bízom benne, hogy a jövőben is eredményesen tudunk együttműködni. Szeretném a program megvalósításában résztvevő jelenlévő kollégáimnak is megköszönni, hogy lelkesen jelentkeztek az oktatói és instruktori feladatokra, és nagy izgalommal várják a kiképzést és a közös munka kezdetét. Az eseményhez kapcsolódó gondolataim azzal zárom, hogy nagy reményekkel és bizakodással telve várjuk az elkövetkezendő éveket, és bízunk abban,
hogy sikerül ebben a régióban, iskolánkon keresztül a Honvéd Kadét képzés alapjait megteremteni és kiteljesíteni. Majd Huszár Ferenc, a lezredes, a Magyar Honvédség második vitéz Vattai Antal területvédelmi ezred parancsnok helyettese folytatta. Fontos volt számunkra, hogy a mai nap előtt lehetőségünk legyen egymást megismerni. Ez egy ilyen alkalom most, úgy gondolom. Ennek során alkalmunk volt látni, hogy milyen utat jártunk be, eredményeket értünk el eddig. Érdekes és megtisztelő volt számunkra, hogy az elmúlt közel 70 év eseményei történeteink keresztül bepillantást nyerhettünk az iskola, a város, a közösség múltjába és jelenébe. Megismerhettük hitvallását és céljait. Meggyőződésem, hogy a hazafias és honvédelmi nevelés nem az intézményekben, hanem a családokban kezdődik. És az iskolákban folytatódik természetesen. A társadalom alapja a család, ahol átveszik szüleink, elődeink szokásait, tudását, megkapjuk a körülöttünk zajló események kellő értékeléséhez szükséges ismereteket, és ebbe a folyamatba kapcsolódik be később az iskola, az egyház, a honvédség és sok más közösség. Mindannyiunkban közös, hogy azonos értékeket képviselünk, és továbbítunk a jelen és a jövő generációnak, és idézve a igazgatóasszonyt, akik művelt, értékekben gazdag, egymást tisztelő, szabad személyiségként kell válva, és felelős állampolgárként, tisztességes emberként élik életüket, és természetesen hazájukat szerető állampolgárokkal válnak. A mai napon az együttműködési megállapodás aláírásával az iskola tanulói és tanárai ebben kötelezik el magukat még erősebben, és a Magyar Honvédség második vitéz Vattai Antal területvédelmi 46. területvédelmi zászlaj katonái fogják támogatni önöket ebben. A honvédelmi ismeretek tantárgy keretében és tanórákon kívüli foglalkozásokon igazi közösségekké kovácsolódhatnak a diákok és pedagógusok egyaránt, akik nem csak az osztálytermekben, hanem életük minden szakaszában és helyzetében támaszkodhattak egymásra, és azokra a tapasztalatokra, ismeretekre, tudásokra, amit ezek során megszereznek. Katonáink mindent megtesznek azért, hogy a program valódi értéket, élményt és tudást adjon a fiataloknak. Bízom benne, hogy ez a mai mindenkori alkalom, az együttműködési megállapodás aláírása kezdete egy mindenféle érintett fél részére eredményes és élményekben gazdag közös munkának. Köszönöm igazgatóasszonynak, pedagógus kollégáknak, diákoknak, hogy vállalták az ezzel járó kihívásokat. A fenntartónak, hogy minket választott céljainak megvalósításához, és a Honvédelmi Minisztériumnak, hogy támogatja a programban a közösséget. Ez valóban egy első lépés lesz, és egy hosszú folyamat reményeink szerint, ami ezen túlmenően, hogy a fiatalok katonai honvédelmi képességet, inkább honvédelmi képességet birtokában lesznek. Talán egy életcélt is adunk nekik, hogy hogyan tudják majd később évben folytatni az életüket, és milyen közösséghez kívánok majd tartozni. Azt gondolom, hogy a napjainkban erre egy nagyon jó közösséget tudunk ajánlani, a Magyar Honvédség közösségét. Nagy Sándor, Kistelek polgármestere is köszöntött a jelenlévőket. A soha tisztelettel köszöntök én is mindenkit, és vagy őszintén polgármesterként először értem meg azt, hogy belépve az intézménybe egyenruhás emberek fogadtak. És a papot már megszoktuk, és azt már jó szívvel üdvözöljük is, de mégis komolyra fordítva a szót, amikor igazgató asszony tájékoztatott még csak a tervekről, természetesen az ember kíváncsi volt, hogy mit is rejthet ez, kötelezettségek sorozatát, vagy lehetőségeket. És amikor azt tapasztaltam, hogy a jövőkép több ismeretlenes. A jövőkép annyiban több ismeretlenes, hogy van ösztönző hatása is, és van egy új lehetőség is. Amikor azt hallottam, hogy az erre jelentkező diákjaink, azok még egy ösztöndíj programban is egyébként részesülhetnek, és amikor azt hallottam, hogy nem mindegy, hogy 3,5-tel végez valaki, vagy 4,5-tel, az is egy óriási inspiráló és ösztönző erő,
minden más tantárgy felé is, pedig csak a kadétképzés adott ennek egy új impulzus. Én megmondom őszintén, 14 éves gyerekünket sokszor tanácstalanul engedjük útnak. Nyilván a szülőnek van egy elképzelése, de mégis a legfontosabb azt akarjuk a gyerekünknek, hogy talán szeresse azt majd, amit csinálni akar. És mi a dolgunk egy középiskolában? Szülőként is, tanárként is. Megpróbálunk minél több lehetőséget fölkínálni, és azt a fajta szabadságérzetet, hogy az adott lehetőség mellett, annak megélése mellett kezdjek tudni valamilyen irányba elindulni. Azért volt számomra egy örvendezetes dolog, hogy kapunk egy új lehetőséget. Némi kötelezettségek mellett, de nincs az, hogy aki erre jelentkezik, onnantól egyenruhás katonának kell lenni. A szándék csak az, hogy egy picit, mint a talezredes úr is elmondott, és az előttem felszólnak, egyfajta nevelés arra, hogy tudjuk, hogy hova tartozunk. Tudjuk, hogy magyarok vagyunk, és tudjuk egyébként, hogy ez mivel jár. Az a nemzeti érzés, az a nemzeti öntudat, amiről most persze külön lehetne mesélni. Úgyhogy én mikor hallottam, és most is, én hálás vagyok azért, hogy akárkik is tettek ezért, de úgy tűnik, a dokumentum az asztalon van. Úgy tűnik, ez aláírásra kerül. Úgy tűnik, ez elindul. És külön tisztelettel főigazgató úr tolmácsolt Püspök atya felé, hogy az ő nyitottsága, ami már a köztünk lévő együttműködés és annak számtalan egyéb formája is, bizonyítja azt, hogy amikor úgy döntöttünk vele közösen, hogy az egyház belép ennek a gimnáziumnak a jövőbeni sorsába, már az is egy jó döntés volt. És azt látjuk, hogy veletek nyitott, még inkább nyitott könyvé vált a jövőképünk. Köszönöm szépen igazgatóasszonynak is azt a szándékot elsősorban, hogy keresi, mint ahogy te is mondtad, ennek a kisvárosi gimnázium és szakközépiskolának az útját. És ti is azon vagytok kollégákkal, hogy tényleg minél több lehetőség, minél több impulzus érhesse az idejáró diákjainkat. Én a részemről továbbra is azt tudom felajánlani, hogy minden erőnkkel ezt támogatjuk, segítjük, és legfőképpen jó hírét visszük. Köszönöm szépen! Az egyházmegye részéről dr. Lipcsei Imre, a Szent Gellért Katolikus Iskola főhatósági igazgatója beszélt az induló kadét programról. A Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság keretein belül ez a harmadik intézmény, ahol elindul ez a program. Több éve működik már Batonyai Gimnáziumban, idén indult a Gyomaendrődiben, és nagyon pozitív tapasztalatokat nyerhetett igazgatóasszony, mert ő is elindította ezt a folyamatot. Ennek nagyon örültem, mert jó az, hogyha több irányú képzés folyik egy intézményben, és itt is a diákok megismerkedhetnek új információkkal, új impulzusokat kapnak, ahogy itt elhangzott már, illetve megjelenik az életükben egy szervezettség, egy rendszeresség, ami reméljük majd az életvitelüket is kicsit átalakítja, amelyre azért egyre nagyobb szükség van. Főleg ebben az életkorban, amikor már kiléptek az általános iskolából, picit felnőttnek érzik magukat, hiszen már fiatal felnőttekké válnak, és ekkor azért jó az, hogyha lesz egy irányvonal, mihez is kell igazodniuk. No, azért nem lesz ilyen nagyon katonás rend itt azért, de mégis megismerkedhetnek a honvédség értékrendszerével, értékeivel. A századik ilyen program Békés Csabán volt, ahol Püspök úr is ott volt a Honvéd Kadét program indításánál, a Békési iskola, mely a Gál Ferenc Egyetemhez tartozik. Tehát törekszünk arra, hogy a középiskoláink egyre közelebb kerüljenek ehhez a programhoz. Fontos ez, mert megjelenik itt a sok információ, sok érték mellett, még a közösségépítés is. A virtuális világban a diákok lájkokat gyűjtenek, számtalan kapcsolatuk van, de ezek nem olyanok,
nem az igaziak. Az igazi az, amikor személyesen tudnak egymással találkozni, személyesen élnek meg örömöket, bánatokat, együtt küzdenek le nehézségeket, mert biztos lesznek itt a nyári kis táborban azért feladatok, amit meg kell csinálni, de ez egy közös örömet fog majd jelenteni a gyerekeknek, és ez építi a közösséget, ami azért a mai világban nagyon fontos, hiszen egyre többen degradálják ezt a közösség jelentőségét. Erre nagyon nagy szükség van. És ez a program, én úgy gondolom, ebben nagy segítséget ad. Örülök annak, hogy most már a Békés megyén kívül egy másik megyében is elindult ez a program, és az Egyház megyén belül jó tapasztalatokat tovább fogja majd bővíteni, és bízunk benne majd, hogy a negyedik középiskolánkban is, majd Gyulán is megismerkedhetnek a diákjaink a Honvéd Kadét programmal. Ezáltal a gyerekek, ahogy mondta, hogy polgármester úr is, betekintést nyerhetnek egy másik hivatásba, megismerhetik. Lehet, hogy ez lesz majd tényleg a pályaválasztásoknak az egyik iránya, lehet, hogy ez lesz a hivatásuk, de nem biztos. Viszont legalább megismernek olyan értékekkel, megismerkednek olyan értékekkel, amin a jövőben kicsit másképp fognak állni majd a honvédséghez, másképp fognak állni a hazaszeretethez, másképp fognak állni azokhoz az értékekhez, amely a magyarságot tükrözi. Én köszönöm igazgatóasszonynak, hogy elindított ezt a folyamatot, köszönöm a parancsnok uraknak, hogy támogatták ezt a kezdeményezést, és létre tud jönni ez a közös munka, amihez sok sikert kívánok mindenkinek. Itt a főhatóság részéről minden segítséget megadunk ahhoz, hogy ez jól működjön. Végül pedig Huszár Ferenc alezredes, a Magyar Honvédség második Vitézvattyantal területvédelmi ezred parancsnok helyettese, dr. Lipcsei Imre, a Szent Gellért Katolikus Iskola főhatóság igazgatója, és Tóth Gabriella, az Árpád Fejdelem Katolikus Gimnázium és Technikum igazgatója aláírásukkal is ellátták az együttműködési dokumentumot. Az ünnepélyes aláírást követően Almási László alezredes az együttműködésről szóló díszes tanúsítvánnyal erősítette meg az aláírt dokumentumokat, melyet egy kültéri tábla kíséretében adott át Tóth Gabriella igazgatónak. Újra lilába borult a kistelki templom november 17-én. Az erről készült összefoglalónkat láthatják. 2011 óta november 17-e a koraszülöttek világnapja. Ezen a napon a koraszülöttek életéért vívott küzdelemre hívják fel a figyelmet, és azt a hitet is szeretnék erősíteni, hogy ma már a koraszülöttekből is lehetnek egészséges felnőttek. A koraszülöttek világnapja az év egyik legfontosabb napja annak érdekében, hogy világszerte felhívják a figyelmet a koraszülés kihívásaira és terheire. A napot 2008-ban az Európai Alapítvány az újszülöttek gondozásáért, valamint az Európai Szülői Partnerszervezetek kezdeményezték, majd 2011-ben lett hivatalos világnap. Az Egészségügyi Világszervezet meghatározása szerint a 37. hét előtti szülések koraszülésnek számítanak, és a 2500 g súlyt el nem érő újszülöttek is koraszülöttek. 10 megszületett gyermekből egy koraszülött a világon. Évente 15 millió koraszülött születik világszerte. A gyermek születése az egyik legfontosabb, legpozitívabb élmény az életben. A túlkorai baba születése jelentős trauma a családok számára. A koraszülés tudatosításának az első lépése a koraszülések aránya jelentősen csökkenthető az átfogó tájékoztatás, valamint a jobb kezelés és gondozás révén. A koraszülés okát általában nem ismerjük. Gyakran fordul elő azonban szegény, alacsony képzett, rosszul táplált vagy beteges nők között, illetve olyanoknál, akik kezeletlen betegségük vagy fertőzésük van a terhesség alatt. Emellett ugyanakkor számos a felsoroltakból teljesen független kockázati tényezője is van. A korán elkezdett terhesgondozás mellett kisebb a koraszülés kockázata. Minden évben, november 17-én számos épület és helyszín lila megvilágításba burkolózik. Már 5. éve Kistelek is csatlakozik ehhez a megmozduláshoz, amikor is a Szent István királyi templomot lila fénybe borítják. Ennek köszönhetően az első alkalomtól fogva a koraszülöttekért és családjukért szól az aznap esti misa a templomban. Energetikai fejlesztés az Opus Szeri Emlékparkban. Az erről szóló sajtóközleményt hallhatják. Energetikai fejlesztés az Opus Szeri Emlékparkban. Több éves előkészítő munka eredményeként jelentős energetikai fejlesztés valósul meg az Opus Szeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A projekt célja a fesztikörképnek és számos állandó kiállításnak helyét adó rotunda épületének energetikai korszerűsítése. A projekt 1 milliárd forint Európai Uniós támogatás segítségével valósul meg. Ez visszanemtérítendő támogatás, amely az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza. A projekt befejezésének
határideje 2023. október 13. A rotunda az 1980-as években épült, azóta komoly a felújítás, a tetőfedés és a tetőrétegrendek 2010-ben történt cseréjén kívül nem történt az épületen. Az épület méretéhez viszonyítva aránytalanul magas energiafelhasználással működik, ami egyszerre jelent fokozott környezetterhelés és magas fenntartási költségeket. Ennek oka egyrészt a gépészeti berendezések eredetileg is alacsony, illetve időközben leromlott hatásfoka. Másrészt az épület nem megfelelő hőszigetelése, az elavult nyílászárók, valamint a szigeteletlen homlokzat miatt. A magas üzemeltetési költségekhez a többségben elavult fényforrások is hozzájárulnak. A rotunda épületének energetikai fejlesztése az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban című projekt keretében az épület energiahatékonyságának javítása több tevékenység együttes megvalósításával érhető el. Ezek a tevékenységek az épület hűtési, fűtési, szellőztetési és használati melegvízrendszereinek korszerűsítése, az épület szigetelése, az elavult nyílászárók cseréje, valamint a világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása. Az épület fűtéséhez a jövőben gázra nem lesz szükség. A fűtést és a hűtést is talajszonta mezővel kiegészített hőszivattyúk látják majd el. Az épület energiaellátása nagy arányban megújuló energiaforrásokból lesz biztosított. Ehhez a geotermikus energia mellett napenergia is hozzájárul, a tetőre telepített napelemeken keresztül. Az új gépészeti berendezéseket modern épületfelügyeleti rendszerrel lehet majd irányítani. A sikeres projekt megvalósítást követően a rotunda a korábbi EE energetikai besorolásból BB energetikai besorolásúvá válik. A kivitelezést a szegedi székhelyű Hungaroszán BT végzi, felújítás nem befolyásolja sem az emlékpark, sem a rotundában lévő fesztikörkép láthatóságát. Így 2023. március 1-től ismét várjuk kedves látogatóinkat. Integrált térségi gyerekprogram Kistelek járásban című sajtóközleményt hallhatják. Sajtóközlemény projektzárásról. Integrált térségi gyerekprogram Kistelek járásban. A Kistelek környéki települések több célú társulása 2017. november 1. napjával indította el 5 éves gyermekszegénység elleni programját, melyet 400 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatás segítségével valósított meg. A program címe Integrált térségi gyerekprogram Kistelek járásban. Projektazonosító EFOP 1.4.2.16.2016.00010. A projekt a járása településen Kistelek, Baks, Balázsa, Csengele, Ópusztaszer, Pusztaszer valósult meg. A támogatás mértéke 100%. A projekt időtartama 2017. november 1-től 2022. november 29-ig tartott. A projekt célja a szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem. A szegénységben élők későbbi élet lehetőségeinek megalapozása, segítése, a szegénységi kockázatok csökkentésével, a hiányosságok kompenzálásával, az esélyegyenlőség alapelveinek szem előtt tartásával. A helyi szükségleteket és adottságokat figyelembe véve kialakított program elsősorban a gyermekeket érintő különböző ágazatok szolgáltatásainak minőségi és mennyiségi fejlesztését, összehangolását tartalmazta. A program tevékenység elemei alternatív oktatási projektek, hétvégi, délutáni szabadidős programok, nyári táborok, bentlakásos és napközis, élményprogramok, családi napok, belépőjegyek vásárlása buszbérlés kirándulásokhoz, pályaválasztás segítő, gyakorlati foglalkozások, úszótanfolyamok, szakkörök, klubfoglalkozások, egyéni kiscsoportos foglalkozások, tanulássegítés, közösségi ház működtetése Baks településen, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus biztosítása, babamama klubok, családmenedzserek támogató tevékenysége, életvezetés, munkatársak képzése, szakmai és szakmaközi műhelyek működtetése, sportszerek, képességfejlesztő játékok beszerzése. Projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A projektről bővebb információt gyerekprogramkistelek.hu oldalon olvashatnak. További információ kérhető Samu Emese projektmenedzsertől. Elérhetőség 0630 387 57 52. E-mail samuemese@gmail.com.